Ringára pattan Gyomendrődön a turista, és elkerekezik egészen a Bárka látogató központig. Itt vannak az én kerékpáros lovagjaim. Mi vár ránk? Kerékpározás, horgászat, 16 madarak, kacsázás. És kacsázás. Hát induljunk, jó? Negyedikán! Szuper! Nézem a kiszöbrő, ahogy a hajnal. Micsoda hárcsfa illat. Csapkod a tenger, gránit. A fekete, a fehér és a sebeskörös gátjához tart a turista. Az ember jön a hárcsfa soron és között, és csak szaglászik. És a gát felé is, és a liba legelőig is mind a két oldalon végig van ültetve hársával, és védetté vannak ezek a fák nyilvánítva, és ezt nem szabad kivágni. Nézem a kiszöbrő, ahogy a hajnal. A folyóhoz tekerünk. Gránit kapuim. Hol vagyunk? A hármas körös partján. Van a fekete körös, a fehér és a sebes körös, és összefolynak. Az Alföld második legnagyobb folyója, a körös, valaha szabadon kanyargott a síkságon. Ma egy 26 km hosszú turista úton vezet a kirándulók útja. Gátbringázás következik, ami ugye nagyon különleges dolog. Ilyet csak az Alföldön, a vizek mentén lehet látni. Gyomendrőd pedig különleges, mert közben egyszer csak egy másik vízzel is találkozunk, az egyik oldalon, a másik oldalon, mert ezek a holtágok. Na, hogy a gyomendrődi iskolás azonnal vágja a holtág definícióját. Álló víz a folyóból. Amikor a körös szabályozták, akkor maradtak. Nekünk a sócózukban van a nyaralunk, ürödni is szoktunk. Nekünk a templomzukban van egy stégünk, és oda szoktunk járni horgászni, meg amikor a család összegyűl. Ott úszik valami a vízben. Sikló. Így jó, nincs a hármas körös vizébe. Az egykori mocsárvilág jellegzetes növényeit, állatait viszont megtalálja itt a turista. Nemzeti parkban biciklizünk. Énekes madara. Vannak gólyák is. Gémek is. Tud tenni egy kört a településen, úgyhogy közben megismeri a körösök szépségét, megismeri a holtágainkat, megismeri a természetet, ami körülveszi Gyomendrődöt. A hármas körös egyébként Magyarország legtisztább vízű folyója. Nem messze innen, a Szabadstrandon sokan fürdenek nyári időben. Legugolunk, oldalt fordulunk, és akkor mehet. Borbézzuk, harcsázzuk, pocozzuk. Néhány név Gyomendrőd 16 holtágából, amellyel magyar rekorder a város. Bekerekezünk a Bárka látogató központba, amely a pályázat megvalósítása előtt pákásztanya volt. A Bárka név nem véletlen választás. Egyrészt az épületnek az alakja is ezt tükrözi, másképp illetve a Bárka kapcsolódik a horgászathoz, halászathoz. A halászat változott a szabályozásokkal. Azt, hogy hogyan, nem csak nézheti, ki is próbálhatja a látogató. Van egy kiállítás, ahol a gyerekek, érdeklődők, turisták megismerhetik a korábbi időszak, az elmúlt időszaknak a tevékenységét, hogyan is fejlődött a halászat, horgászat. Például azt, hogy hogyan varázsoltak régen a körösök vidékén 1000 kilométernyi folyóból a kubikusok 500-at. Na, Dani, most te mert fog. Ha még benne lenne az 50 kiló föl, akkor nehéz lenne. Nézd meg a bácsikat, a hátadókat, milyen keserves arccal tolják a talicskát. Megbírom, de ez az nehéz. Még naponta, hogy 100-szor el kellett tolni az embereknek legalább. A látogatóközpont egyébként önfenntartó zöld épület. Tetején napelemeket, mellette tavat vesz észre a figyelmes turista. A lényeges elem ugye ennek az egész nagy projektnek, hogy fenntartható turizmust hozzunk létre, a gyerekeket is, illetve az ide látogatókat, szintén erre tudjuk majd inspirálni, hogy védjék, óvják a környezetünket. Még a vízi világot is a szomszédos holtágból telepítették ide a Tantóba. Száloptikás kamerával vizsgálják. Ez egy vízben lévő falevél. A tó kialakítása azért ilyen, hogy a gyerekek mellé tudjanak térdelni, mellé tudjanak ülni, és kis vízvizsgáló eszközökkel, mint ez a kamera is, meg hálókkal, nagyítókkal lehet tanulmányozni. Hey, halászok, halászok!
a játék a furfangos vejszhálót imitálja, amely egy halászeszköz. A gyerekek halnak állnak, hogy kiderítsék, hogyan működik. A hal mindig a halászeszköz háló, vagy itt a hal mellett úszik. Keresi a kivezetőt, tehát elindul a hal, megy befele, itt a fal mellett. Ezt a fordulatot már nem teszi meg a hal, odaúszik tovább. Ott megint neki ütközik a falnak. De miért nem fordul meg egyébként? Mert hogy... Nem szokás a hal. Pár lépésre a bárka látogató központtól itt vagyunk a templom zugi holt ágban. A holtágak horgász paradicsomok. Én a pontra szoktam. Jól el lehet vele ütni az időt. Mert az olyan nagy, erős és izmos. A legnagyobb halam egy ilyen ekkor nagy harcsa volt. Nehezen húztam ki. Amúbucsa, amúr, ponty, keszekkárász, törpeharcsa, harcsa, süllő, csuka. Egy gyakorlatilag minimum 16 féle fogható hal minimum található ezekben a vizekben. Tervusztok! Jöttetek egy kis halásznét főzni? Igen! Keszeg, kárász és a pontnak, ennek a pontnak a csontjából készül. 4 órán keresztül rotyog az alaplé a bárka látogató központ főzőteraszán. A halak következnek. Úgy nagyon ügyes vagy. Gyorsan csinálod, lassabban kell. Sül itt keszeg is. A titok az aprólékos írdalás, amire a turistákat is megtanítják itt. Séf úr, megvan az ujja. Mindegyik. Így nem lesz szálkása a ropogós csemege. Azért van bevágva, mert ebben pici, apró szálkák vannak. És ezekkel összevaktostuk a szálkákat. Az ökotúra végén biolakomával zárja az utazó a gyomaendrődi felfedezést. Erre rá kell akasztani, és akkor oda teszed az asztalra. Ezt az ebédet minden halász megirigyelni.